Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Valami madárcsicserkézzenek kéne, azt mondják, amúgy lehet, hogy kéne módosítani. Lehet. Most mondok valamit, de az, hogy ennek katasztrófa lesz a vége. Na. Kéne valaki írjon egy ilyen happy hour start zenét. Oh. Aki nem én leszek, mert ugye azt hiszem a boci-boci tarka megy. Igen. Úgy magától. Az úgy az nagyjából megy. Igen, reggeli kis nyugi. Igen, valami olyasmi. Sziasztok! Üdv mindenkinek, jó reggelt, jó reggelt! Zenéjünk inkább mi Molnas Ádám, de ez hogy? Hogy mivel? Jani még talán tudna, de hát ezből milyen reggeli zene lenne? Az nem lenne túl jó. Valami reggeli. Én ukulelén játszanék. Mit? Ukulelén. Vagy lehet, hogy fosztartályt kéne megkeresni. DJ fosztartály? Arra olyan reggeli rímerbe, azt nem megőrülsz. De nem? Igen. Nekem gyontatószék jobban tetszik, ahol, de igen. Annak a kemény. Van hozzájuk kontaktinfo. Úgyhogy ez van. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, srácok! Micsoda? Vuvuzelát Janinak. Nem vagyok halk midlefti, csak halkabban beszélek. Persze, ez ilyen. Laski, nagyon szuper a poló, nekem is David Hasselhoff volt az apám. Yep. Valakinek Gandalf Sax az ébresztője. Az mennyire durva lehet? Én agyfaszt kapnék ma második reggel tőle valószínűsítetően, de hát ez van. Daredevil, ez teljes mértékig valószínű, viszont itt a fórum. Az egy sokkal közvetlenebb pont. Úgyhogy ha van ilyen, egy nyomasd. Hogy milyen hosszú legyen? Hát szerintem egy ilyen 3 kötőjel 5 perc. Hát amennyi tudod így a happy hour előtt szokott lenni. Nagyjából ilyen 25-kor szoktuk általában benyomni a cuccot, úgyhogy... Ja. Hát ez van. UTP band. Micsoda? Morgan Freeman. Ez lesz a neve az együttesének, az UTP band. És a Morgan Freeman című szám lesz a reggeli köszönt. Azt nevezem. Szevasz, Marci, üdv neked is. Szevasztok, üdv mindenkinek, jó reggelt, jó reggelt. Örömmel hallottam Janitól, hogy jó volt a tegnap esti stream. Én nem néztem. De nem. Ez van. Szemét vagyok. Szemét vagyok. Na de, itt el is érkeztünk egy érdekes témakörhöz, amit szintén ma reggel osztott meg velem Jani, mert ezt se tudtam. Adri, Morgan Freeman, srácok, ma 80 éves az öreg, így már nem tudom, hogy mindig minden benne van. Mindig mindenben benne van. Holnap akkor Jani VR Nessai a stream-el kappa. Én nem mondtam ilyet, semmi ilyet nem mondtam, komolyan. Ezt most ők találtak ki. Tényleg nem mondtam. Mondjuk ez rohadt vicces, Nessai biztos nem fog csézni. Hát azért mondom. Kíváncsiak, hogy csézne. Lehet úgy, mint én, vagy... De hogy lehet, hogy tud, én soha nem beszélgettem vele erről. Na majd megkérdezek. Érdekes, érdekes. Érdekes. Semmi gond, Rajnabok? Semmi gond. Nem mondod ilyet, Jani? Oké, majd rálesek. Vagy mi? A refrén az lehetne, hogy egy gép hangba üvölt egy UTP. Ja. Igen, Jani fogja művelni a streamelés termőföldjét holnap. Tulajdonképpen, mert én nem leszek itt. Úgyhogy valószínűleg este felé nem tudok majd ránézni, hogy mi van, de reménykedjünk benne, hogy jó lesz. Na, a másik dolog, amit meg kellene beszéljünk, srácok, az ez az új Twitch feature. Na, én beszorok egyébként, hogy minden nap van új Twitch feature. És ez a Twitch feature, ez nagyon érdekes. És ez működik már így, abban a pillanatban, de brői. Láttam, igen. Hallott valaki az új Twitch feature-rel? Mamutka, nem tudom, hogy ismered a Streamer House-t, igen, hanem akkor röviden annyi, igen, 2013 óta 7/24-be közvetítenek megállás nélkül. Kérdésem az volna, hogy Magyarországon ilyennek lenne a nézettsége, vagy egyetlen létjogosultsága. Van ilyen Magyarországon, a Pulitron nevezetű fantazma, viszont az nem lett túl sikeres. Nem. Ugye ott több alcsatornából állt ki, volt, ahol csak LOL volt, ahol csak, nem tudom, Hearthstone, stb. Nem tudom, még. Én úgy tudom, hogy nem jött be. Nem, amúgy. Diesel ott streamelt, azt hiszem. Diesel streamelt. Diesel streamelt, igen. Ja. Igen, én úgy tudom, hogy annyira nem jött be. Viszont
ez Mamutkan elég közvetlenül csatlakozik ahhoz, amit mondani akartam. Igen. Ugyanis a Twitch feature bejelentette, nem a Twitch feature, a Twitch jelentette be, hogy bejött az a funkció, aminek az a neve, hogy vodcast. Bam, bam, bam! Igen, Patex, ez igaz, a háttere ez. Szóval... A vodcast arról szól, hogy a csatorna lehet aktív, amikor nem streamelünk. Vodcast formában. Szóval ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen a csatorna ilyen nappal menne. Ja. Csak olyankor az menne, ami ment ezelőtt. Oké, már fejtem is ki. Igen, ez olyan, mint egy visszajátszás konkrétan. Ja. Tehát az működne, hogy amikor nem streamelünk, akkor az megy, amikor streameltünk, és amikor streamelünk, akkor az megy, amikor streamelünk. Vili? Hát request, igen, jól mondják, igen. Hírks, jól mondják. Ez ilyen request tulajdonképpen. Az az igazság, Dolphikink, hogy igen, de ez most egy feature, ami bejött. Igen, Robert, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy igen, ez lesz a kérdés, hogy ez élő-e. Na most kiírja ugye a jobb felső sarokba, hogy ez nem live, hanem vodcast. Nem. Tehát az egészen más. A moderáció az nem folyik ilyen esetben. Mert ugye olyankor visszajátszott chat van, ha jól tudom. Nem, ilyenkor ugyanaz a chat marad. Úgy ugyanaz a chat marad. Oh. Ez a chat. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy a chat megmarad, csak felette folyamatosan megy egy stream. Igen. Egy régi stream. De tudtok csetelni közben, bocsánat. Szóval... Nem a legelejéről kezdi, mi választjuk ki, hogy milyen videók lennének. De hogy nem, András B., hogy ne tudnátok beszélgetni? Igen, igazad van, The Joker. Szóval... Érdekes, nem? Ez arra szolgálna például, hogy ugye nagyon sokan vannak, oké, hogy YouTube-on vissza lehet nézni a dolgokat, de sokan ugye a Twitch környezethez nincsenek hozzászokva, de mondjuk szeretnének, és mondjuk ők este 9-től érnek rá, akkor vissza tudnák nézni úgy Twitch-en egy adást mondjuk, hogy közben tudnak beszélgetni azokkal, akik éppen itt vannak. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ez. De hogy dolgoznak? Nem csitke, elvileg a chat nem játszódik megint. Elvileg, de ezt ki kell próbálni. Ki kell próbáljuk, de elvileg nem. Érdekes. Nekem is ilyen kettős érzésem van egyébként ezzel kapcsolatban. Valaki szerint felesleges. Igen, ezzel is egyetértek egyébként. Kicsit kaotikus. Nem? Nem tudom. Ki kéne próbáljuk igazság szerint, hogy milyen. Nem, már mint az a dolog része, hogy lehet, hogy tényleg nem tudnának különbséget tenni a között, hogy most mi van, meg mi van. Hát de látszik, meg ott kísérje az élőnél. Jani, minden videó alá ki van írva, hogy mivel játszunk, és senki nem tudja. Ez igaz. Szerintem is zavart keltene az erőben. Én azon gondolkozom, hogy esetlegesen akkor kapcsolhatnánk be, amikor, tehát én azon agyaltam, hogy akkor lehetne bekapcsolni ezt a vodcast formátumot. Most mivel játszok? A talk show-val. Az van ugye ilyenkor? Now playing talk shows.
Én akkor látnám ezt ennek értelmét, amikor nem vagyunk itt. Tehát nem úgy értem, hogy ez milyen középút, srácok, hogy teszem azt, igen, Dolphy King, pont ezt mondom. Tehát, hogy aznap, amikor van happy hour, meg délutáni stream, akkor nem lesz vodcast egyáltalán. De hogyha mondjuk például elutazunk, vagy 3 napig nincs egyáltalán stream, akkor mehetne a dolog. Mondjuk így a 48 órás stream annyira nem nehéz. De most nem is ez a lényeg. Az úgy oké, nem? Ja. Most gondolj bele, hogy megy egy stream, mondjuk tegyük fel, megy egy Max Payne stream, most csak mondom, és a boss fight előtti happy hour. Ja. Az olyan fura, nem? Olyan nagyon káosz. Aztán egy offline mész, és folytatódik. Vagy mi? A Max Payne stream közben volt egy happy hour szünet. What? Szóval szerintem is egy kicsit... facsi, nem. Amikor be van kapcsolva, akkor megy szarásig. Az E3 alatt mehet a tesztidőszak. de most komolyan. Szóval érted? Olyankor szerintem tök jó. Ja, de. Ez jó. Azt sem nem lehet időzíteni őket. Mármint hogy érted? Hát, hogy bele tudnak állítani, hogy csak éjszaka menjen, vagy... Ja. Tehát be kell nyomni manuálisan, igen. És hogy bekapcs, kikapcs. Igen. Igen. Ajszem elkapva, kösz szépen a 3 hónapot, nem ez nem élő Vömgat, kösz a csírt. Jani Grata tegnapi Best of EU-hoz ismét, Jani vagyok, kellett hozzá, fasza volt, azt mondom, üzenem, hogy azért ne a hangjából akarjon megélni. Te hülye vagy, Vömgat. Csabó Miki, ez olyan, mint a TV-be. Élő közvetítés utána ismétlésből megy egy régebbi rész, például szerintem lassacskán így fog leváltódni a hagyományos tévéadás, így több reklámot lehetne belevonni már. Biztos lesz olyan csati, aki 0-24-ben fog streamelni. Egész biztos, Csapó Miki. Mi nem feltétlenül erre akarunk rámenni, csak arra, hogy aki nem tud az élőadásokkor jelen lenni, akkor legyen. Szerintem működik a pénz is akkor. Gondolom. Hát valamilyen szinten ugye úgy működik a csatorna. Nem ez élő a csatorna. Szerintem nem működik a Rebló. Ez nem élő. Akkor kapcsolva a Rebló, hogyha élők vagyunk. Vagy majd a Twitch rendszer. Majd a Twitch, igen, az lehet, hogy igen. Hekia, megoldjuk, de köszi szépen. Ne, senki, nem. Tehát nem loopban megy egy stream, hanem be tudunk jelölni mondjuk 15 streamet, ami megy így. Szóval, ja. Azmó, szerintem sem. Tehát az, hogy egész nap menjen a cucc, annak semmi értelme nincsen. Annak tényleg semmi értelme nincsen. Tehát abban biztos nem másznék bele én sem, hogy egész áldott nap menjen. Fanni, igazad van, mondom. Egyedül annyi, hogy igen, kius fia, manuálisan kell frissíteni. Mondom, egyetértek én is veletek, de talán akkor, amikor nem vagyunk. Talán akkor. Ja, Lizi, ebbe is igazad van. Csak mindenképpen meg akartál titeket is kérdezni. Nem, ezt nem kötelező beállítani. Akkor nemet mondtunk rá, de az egy másik rendszer volt. Ez egy egészen másképpen megoldott téma. Tök másképpen megoldott téma. Meglátjuk, de az, hogy... persze, ilyenkor éjszaka is megy, András, végén. Igen, The Director, így van. Fura egyébként nagyon. Tehát az biztos, hogy fura. Annak én sem látom értelmét, hogy 24 órán keresztül menjen egy livestream playlist, ami egy nap kétszer megszakad, és akkor tényleg livestream. Az olyan nagyon fura. Az olyan nagyon fura. Tehát ilyen szerintem nem lesz. Tehát...
igen. Igen, ez igaz, Evelyn Black. Mi csak azt, tehát ez igazából úgy működne, teszem azt, hogy ugye, tudom, hogy akkor is szoktatok a chaten mászkálni, amikor offline a csatorna. Ez annyiban működne, hogy amikor mondjuk valamelyik nap nincsen livestream egyáltalán, és itt vagytok, mondjuk tegyük fel beszélgetni néhányan, akkor, amikor szünet van, úgymond, akkor így menne valami, miközben beszélgettek. Nem tudom, hogy az úgy milyen. De csak akkor, tehát így napközben biztos, hogy nem. Az tényleg nem jó. Ebben teljesen igazatok van. Így ennyi. Micsoda? Rakjunk ki szavazást. Csóri, az is egy jó ötlet lehet. Na mindegy, nem akarunk mi ezzel elrontani igazából semmit, meg mondom ezt a hétköznapi élményeket, biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez így. Én megértem teljesen, amit ti mondtok, és igazatok van egyébként. Teljesen igazatok van. Persze, Xeriotek Max, tehát meg lehet adni azt, hogy Happy Hour ne legyen benne, csak gameplay. Tehát természetesen meg. Igen, ettől félek én is, mert nyilván a moderátor oldalról ez nem várható, sőt, hogy ugye egész nap itt a gyerek, tehát ez egy fasság. Ugye a kérdés az, hogy mennyire lenne toxik a chat olyankor. Mikor nem vagyunk itt. De érted, ez igazság szerint egy kiegészítés, tehát senki nem kap róla értesítés, hogy elindult a podcast. Nem leszek itt többen azokon kívül, akik eleve itt szoktak lenni az offline chatbe. Uh-huh. Azért mondom, hogy nem lenne nagyobb káosz. De, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mikor kezdődnek a live-ok, még live közben sem. És ugye itt ide jönnek, és azt hiszik, hogy live van. A chat sose toxik, ez igaz. Nem, most ez egy fontos témakör, azért is. Igen, Rikkantó, ez igaz. Tehát rá tudsz nyomni magadnak is, hogy mit akarsz visszanézni. Ez igazából olyan, mint hogyha ti beszélgetnétek, és közben menne valami. Azt mondja, hogy Sziki írja, a 024 nem kérdés, hogy nem. Szünnapokra pedig eventben lehetne meghirdetni, hogy Tól Ig Podcast. Ja. Nem, Csori, nem arról van szó, abszolút nem arról van szó, hogy megérnie bármi miatt ez, vagy ilyesmi. Ez igazából csak arra menne ki, hogy amikor tudjátok, így előfordul, hogy nem vagyunk itt, akkor is legyen úgy valami. Hogy mit tudom én, úgy lenne valami. Ennyi az egész. Igen, Boglárka, ez igaz. Ez igaz. Viszont egyetértek, itt korábban írták, hogy a szavazásnak itt alapvetően úgy lenne értelme, hogyha kipróbálnánk, mondjuk egyszer, és utána megnéznénk, hogy tetszik-e vagy nem. A movie fan, én is ezt mondom, igen. Ilyen Gangli Jack valószínűleg tartom. Van Loki DS, tehát egy olyan cucc van, hogy ahogy ráviszed az egeret ugye a lejátszóra, akkor írja, hogy ez nem... Nem, a reklámokról nem tudom, hogy mennyi lenne, vagy nem, nem tudom. A 024-es klip lejátszás, úna, az baszna. Az durva cucc. Igen, Predrog, ezt is értem. Nem, mindenképpen kíváncsiak voltunk a véleményetekre, azért is akartam most ezt így felhozni, hogy lássuk, hogy... Igen, Plan B. Igen. Ó, bocsánat, Dressz, jó napot, Ken, de ez lehet csak akkor, amikor
nem nincs az adott napon stream, plusz ilyen 6-8 órát egyben még emészhető is lenne. Ugye az, hogy nem élő, aztán élő egy nap, annak tényleg nincs értelme. Megzavarnátok az erőt a zavarban. Igen, Dresd. Vanguard, tudjátok, mi lenne az igazi feature? Ha a MUBot életre kellene... Micsoda? Ó, oh, de... Vanguard! Hülye vagy, baszki! Viccet félretével a chat működik akkor is, ha nincs live műsor, a videók visszanézhetők két helyen is, itt és YouTube-on is. Szóval a közönség szempontjával szerintem erre nincs szükség. Ha nektek ez jó, anyagi nézettség, közösségi videó, akkor nem jöttök, de amúgy nem látom benne a potenciált, max új embereket vonzana be, mert sűrűbben a live csatik között lennétek. Igen, Vermgad, ez igaz. Én nem gondolom azt, hogy nekünk ez annyira jó lenne, mármint abban a szempontból, amit te mondod, hogy anyagi nézettség vagy közösségépítés. Mi csak... Igen, Szíke, itt erről van szó alapvetően. A Walker One, ez nem megvalósítható. Aklarus, ez is igaz, bassza meg. Hát ez most egy nagy vekengés. Ez most egy nagy vekengés. Hogy vodnál meg pont az a jó, hogyha azt a csetet látod, ami akkor ment. Az mert... ott van a vod. Tehát ezt meg tudják nézni. Ennek teljesen más lényege van. Igen, tudom. Az egész vod kezdtek. De ez akkor egy... mi? Hát az, hogy időben megint végignézik azok, akik mondjuk nem látták. De mi a különbség a között, akik... Szóval tudod így... Érted, akkor miért kattint a vodra? Ez egy nagyon jó kérdés. Hm? Igen, de én is ezen gondolkodom. Köszeki! Kösz a feliratkozást! Kacor felé a stream attól, hogy interaktív, és itt vagytok. Vodat tudunk nézni bármikor, bárhol, bármelyik platformon, a podcast csak káosz, toxik sötet szülne szerintem. Egy próbát megér persze. Igen, én is, ahogy egyre jobban olvasom itt a dolgokat a cseten, nekem is az a véleményem, hogy ez nem... Not really. Geleno, igazad van. Evelyn Black, sok beszélni valónk van. Na mondjál valamit. Miről akarsz beszélni, ami ennél fontosabb? Ha? Az a baj, Szíke, hogy az E3-nál meg akarunk happy hour-t. Oké, én szerintem ezt így... Nincs oda? Igen, szerintem, ja. Hú, bazd meg. Amúgy az lehetne, igen, hogy amikor nincs stream, akkor benyomnánk live-ba, és megpróbálnám eljátszani. Az előző streamet, az úgy milyen lenne? Hm? Mert hogy ugye az van, hogy meg tudnám nézni ugye a vodat, és megtanulnám kívülről. Aztán eljátszanám. És olyan lenne, de mégsem. Hm? Szép, Ricardo, szép. Az már műsorértékű? Hmm. Fú, Danny Boy, hallott, egy egészen másik hullámhosszon mozogsz most egyébként, úgy érzem. Mármint, hogy egy másik vonalon. Vagy angolul újra játszani a streamet, na az baszó lenne. Vagy angolul kommentálni az előző streamet. Na jó, akkor én ezt most úgy veszem, hogy statáriális kivégzés áldozata lett az ötlet. Úgyhogy ez van. Wakwa! De magadnak csináltad, Jani. Mármint úgy értem, hogy belakadsz egy playlistet. Én mindenképpen nézem.
Mármint tudod, így only. Only cucc. Jó. Jó. Akkor ezzel így nem foglalkozunk. Nem, tényleg mindenféleképpen erről szót kellett ejteni, srácok, és a Happy Hour egy nagyon-nagyon jó hely erre, azért, mert itt vagytok azok, akik a legtöbbet itt vannak streamen, azért beszéltünk most így erről, mert mindenféleképpen muszáj lett volna. Nagyon furcsa egyéb iránt, hogy a kiválasztott témaköröm flagelve és hidenölve lett, miközben erről beszéltem, úgyhogy ez most fucked. Úgyhogy akkor beszéljünk valami másról, mert már nem emlékszem a pontos részleteire. Hát ez kurva jó van. Na de mindegy, ez van. Ez van. Ilyen sem volt még, vagy volt? Nem emlékszem. Lehet, hogy már egyszer volt. Nem tudom, de ameddig megbeszéltük ezt a dolgot, addig így gatyarodj. Pedig nem volt rossz. De hát, színészek vagytok, ti már megtanultatok egyszer a szöveget, egy igazi improvizációs live kellene. Most már amúgy is látszik, hogy olvasod a szöveget, kappa-kappa prájt. De ez van. Van, hogy néha kibuknak a dolgok. Lila YouTube, sziasztok, srácok, végre mobiltelefonnal is fel lehet iratkozni. Úgyhogy egy ninja is coming. Kösz, Lila YouTube, nem is tudtam, hogy a taló nem lehetett. Klevi, szia Pisti, az Alien-es epizódban mondtad, hogy írjam meg, ha megnézem a filmet, és hogy jó-e, hogy nem spoilereztétek le. Jól tettétek szerintem, sajnos a Covenant nekem fele más élmény volt, túl sok gyenge pillanat, súlytalan színész jelakítás, a többi Alien és a Prometheus ennél sokkal jobban bejött. Ez van. Klevi, teljesen igazad van. Szerintem is jól tettük, hogy nem spoilereztük le nektek. Örülök, hogy megnézted. Hasonló véleménnyel vagyunk a cuccról. Csaszino, ne tévedjünk ilyen vizekre, az no good. Egyébként honnan tudjátok, hogy ez most nem playback? Igen. Nagyon durva. Lehet, hogy igazából a Bant, a Teót és a Mubot timeoutot azok kapják, akik megpróbálnak beleírni ebbe az előre felvett chatbe. Na jó, akkor ilyen confession time. Janival 12 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy elkészítünk nagyjából 5-6 évnyi tartalmat arra az időszakra, amikor ez menő lesz. Úgyhogy gyakorlatilag a középiskolás éveinket azzal töltöttük, hogy rögzítettünk olyan tartalmakat, amik valószínűleg majd egy olyan 8 év múlva lesznek menők. Ebből van gyakorlatilag betárazva egy ilyen 5-6 évnyi cucc, és igazából hát addig van tartalom, ameddig van anyag. És gyakorlatilag ez is úgy volt betervezve ezelőtt 8 évvel, hogy ezen a ponton fogom ezt elmondani nektek. Hétvégén pedig hologramok voltunk. Igen. Nem igazából, amikor élőben jelen vagyunk egy rendezvényen, akkor tényleg ott vagyunk, csak ugye előtte egy megnézzük, hogy mi volt az elmúlt héten, hogyha valaki felhozza a témakört, akkor emlékezzünk rá. Igen. És még nem jelent játékok. Daniel, mi előre gyakorlatilag elmondtuk a játékkészítőknek, hogy ez egy revolucionális ötlet, és ők meglátták gyakorlatilag, csak ugye a titoktartási szerződés az kötelez. Igen, Rombol így, aki azt mondja, hogy 6 éve néz minket, lehet, hogy nem hazudik, csak belsős. Ha mozi, akkor cinema vagy Apollo. Most őszintén erről beszélhetünk? Oké. Okay. Srácok, jó, hagyjuk ezt a hülye témát. Srácok, egy nagyon, nagyon komoly gond van. Kérlek szépen titeket, és ezt most hangosan mondom, hogy ne lehessen teljes mértékig kiragadni ebből a vodból, vagy bármiből. Először magyarázzam, ez az Apollo. Várj egy picit. Semmilyen jellegű márkakötődés, szponzoráció, előre fizetett megjelenés és tartalom vagy termékelhelyezés nem szerepel ebben a vodban, és semmi köze nincs ahhoz, amit mondani fogok. Ez egy vod, ha visszanézed, bazeg. Ja, tényleg, igen. Semmilyen. Kizárólag személyes preferenciák és vélemények.
Kettő darab említésre méltó mozi létesítmény van Debrecenben. Az egyik az Apollo mozi, a másik a Cinema City Debrecen Plaza, ami egy 9-termes. Ja. 9. 9. Azt hiszem 9-termes mozi. Ugyanolyan Cinema City, mint amilyen van. Máshol is. Született egy döntés a Cinema City oldaláról, amit ugye hát mennyi? 12 éves korunk óta látogatunk talán. Retek régen megvan. Tehát mondjuk azt, hogy ilyen bő 15 éve vagy még több. Látogatod a mozit. Az az a hely, ahová, amikor van egy film, amit moziba akarsz megnézni, elmész, ismered minden zegzugát, tudod, hogy hogy működik a büfé, tudod, hogy hol vannak a termek, tudod, hogy hova mész be, megszoktad, az életed részévé vált. És akkor történik egy üzleti döntés. Márkapolitikák harca, és a többi, és a többi. És egy bejelentés születik az interneten, annak kapcsán, de kikesz? Annak kapcsán, hogy egy apró változtatás történik a mozi életében, ezen túl nem Coca-Cola termékeket fognak forgalmazni, hanem Pepsit. Itt most feltétlenül nem kell arról beszélnünk, hogy kinek mi a személyes preferenciája, de azért egy ilyen változtatás előtt szoktak síkosítót használni, nem? Szerintetek nem? Szerintem igen. Na most, mondom, mi a gond ezzel. Minden. Konkrétan a filmes élményeimet bassza szét. Nekem nincs kedvem inni azóta. Igen. Na most itt nem az a baj, hogy ki szereti a Pepsit, és ki szereti a kólát. Nem az a baj, bár látom, hogy igazából csak... Sőt, csak ennyi lényege van. Egyébként, aki írja, hogy a Pepsi finomabb, diplomatikusok vagyunk, az téved. Igazából. De! Tévedi emberi dolog, természetes. Kismillió Android felhasználó van a világon. Kicsit kevesebb AMD. Megesik az ilyesmi. Vannak olyanok, akik Xbox One-on játszanak, és vannak olyanok, akik a Pepsit szeretik. Ez van. Tehát igazából itt nem kell nagyon, nagyon mély vizekre ebezni. Szóval, erről ennyit. A következő a lényeg. Ugye nyilván itt ez a márkapolitikai változás. Hát bazd meg, ilyen nincs. Szóval, ez már sok mi? Tóth Maxi adja, nem? És annyira imádom, hogy ilyenkor magára veszi egy csomó ember. Ezért mondtam, hogy vegyétek magatokra. Sokszor eljön az ember életében egy olyan dolog, amikor érzi, hogy valami nincs rendben. Egy változás. Klimax. Kapuzárási pánik. Van, aki olyan későn jön rá, hogy mi van. Na, szóval az a lényeg, hogy egy ilyen változás gyakorlatilag beüt középre. És amikor átlépek egy határ, doktor professzor. Milyen határt? Sose volt határ. Szóval, nyilván csak trollkodom, aki ezt komolyan veszi, azoktól megválunk. Szerintem. Jani, készítsd a hammert. Én itt van. Szub vagy nem szub? Írtáshoz készül. Szóval, nagyon sokan felháborodtak ezen, és igazából csak beszélni szeretnék erről veletek, hogy szerintetek egy ilyen jellegű változás egyébként egy ilyen intézmény életében az úgy milyen? Tehát ugye itt arról van szó, aki nem érteni. Tehát itt nem a Coca-Cola italnak a lecseréléséről van szó, hanem az egész termék line-upról. Tehát ezáltal nincs se Sprite, se Fanta, se Cherry Coke, se Coca-Cola, se semmi ilyesmi, hanem ugye a másik oldal van, ami például a KFC-kben is van, tehát Pepsi, 7-Up, nem is tudom, Schweppes, Iced Tea, Canada Dry, nem, de, Canada Dry, Canada Dry, igen, igen. Szóval, ezek vannak. Micsoda? A Canada Dry.
Igen, na mindig nem is ez a lényeg. Tehát ezek azok a dolgok, amik ugye megvannak. És Mirinda, igen. Szóval ez ugye a line-upot cserélték le, illetve azt hiszem, hogy édességekben is van különbség, de én azt nem szoktam ott tenni. Szóval a következő a lényeg. Szerintetek egy ilyen változás lehet hatással egyébként egy mozinak a működésére? Mert ugye a fő célja a mozinak nem az, hogy így áll meg egy élott, néhány embernek az. De mégiscsak egy olyan jellegű változás, ami ugye megváltoztat egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok éves trendet. És én azt láttam, így Facebookon és többi, hogy is mondjam? A social részén, igen, hogy iszonyatosan nagy volt a felháborodás. Nyilván ezt próbáltam viccesen felvezetni, csak hát ugye úgy sikerült, ahogy szokott. Úgyhogy ez van. Igen, igazából annyira nem érint. Ez is igaz. Tehát nem csak kíváncsi vagyok arra így a chatből, hogy kire milyen hatással volt ez. Van, akit egyáltalán nem érdekel, van, aki jobban szereti azokat a fajta termékeket, van, aki a másikat szereti jobban, tehát érdekes egyébként. Ja, és nagyon sok mindenkinek mindegy. Ez most csak eszembe jutott, ahogy kérdezték, hogy Apollo vagy Cinema City. Alapvetően Cinema City-be szoktunk járni, vannak klasszikusok, amik miatt az Apollo-ba. Igen, J-Rex, valószínűleg neked lesz igazad, hogy megy a hőzöngés, és a többi, aztán utána majd szépen elcsendesül. Szép kejtasz. Ez is egy jó hozzáállás. Gumipók, kösz szépen a feledkozás, csak az imótér jöttem. Szép. Zuzancs, amúgy sokan azért mondják, hogy finomabb a Pepsi, mert a kolánál kicsit vaníliás íze van, majd jön egy kis citrusos íz, a Pepsi meg alapból édesebb, és nincs benne ez a citrusos íz. Ezért jön be ebbe az embereknek jobban. Nekem is, my whole life is a lie. Kappa. Szép, Zuzancs. Szútilónatik, jó reggelt, csak Pisti, sose vittél még be semmilyen külsős terméket? Koka lesz az új seftes termék. De régen vittünk be sajtburgert a moziba. Az úgy jó volt. Drake Miller, ha hittenem vagyok, az első kérdés, hogy Pepsi van, vagy Coca-Cola. Ha Pepsi, akkor felállok és kimegyek. Vagy írok privátba. Mike Weiss, sziasztok srácok! Első kézben származó info szerint a váltás nem a marketing harc miatt volt, hanem mert a Coca-Cola területi képviselőjének hozzáállása és magával a szolgáltatás minőségével, szállítás, szerviz, illetve a termékkel nagyon durva problémák voltak. Nem tudom, Mike Weiss, hogy mi volt ennek igazából a termékpolitikai oka, megmondom őszintén. Champion Gander, én nem élek ilyenekkel sem beszélni, a sekkolával lehet titeket is ezzel akarnak egészségesebbre nevelni. Elképzelhető, Gander, elképzelhető. Dressed, proto dobod be verset, más. Tegyük fel, ha én nem... Igen? Mi? What? Azt nem láttam. De... Igen? Most mára? Egy perce. Szóval ma két vers lesz. Oh, what? Oké, ezt majd Plató mindenféleképpen. Köszi szépen. Tegyük fel, ha én szeretem a Pepsit, AMD-t használok és simogatom érzékén az Xboxot, ráadásul Android az egyik isten szobrom a szobába, akkor inkább maradjak csendben. Kappa. No Xbox, no homo, no izé. Ne. Ja, no Xbox, bocs. De ez dehogy is. Én csak szívom az emberek vérét, és az emberek nem értik a szarkazmust. Nem tudom, miért nem. Szép, Laci, szép. Igen, szóval a mozi szempontjából sok mindenkinek tök mindegy. Hogy Dani, amúgy nem tudom eldönteni egyébként, hogy mi az oka annak, hogy hol milyen üdítőital van. Fogalmam sincs. A Pepsi... Az árverseny nyer mindig. Igen? Hát amúgy, ja. Nagyobb árést ad az adott helyiségnek. Gondolod? Azért van, soha egy komolyan. Az iskolákban is azért van, azért mondjuk az egyetemeken is Pepsi. Sokkal jobb az árés. Mondta nekem aki csinálja a büfét. Mondta a büfés? Nem kérdezem vele, ja. De nem, vagy kevesebb? Nem. Veszik azt is. Jó, az is. Kóla is.
Veszik össze. Mint Miskolcon, narancsos kóla. Bocsánat. És megjulak, kösz szépen a 8 hónapot, haver, Banderas, köszi a 4-et. Wormgut, demotiváló.net. A faszom. Az még létezik, az az oldal. Azt hittem már nem. A szarkazmus. Olyan madár, aminek megértéséhez bizonyos fokú műveltség szükséges. Köszi, Wormgut. Eszter, srácok, csak így tovább köszönjük a sok tartalmat. Köszi szépen a 3 hónapot, Eszter. Köszi szépen. Szóval, termelői bor kóla. Miért nincsenek még kézműves kólák? Kézműves kólák? Kéne, most már minden kézműves, Jani. De kézműves kóla. De amúgy ez is mekkora trend, ez a kézműves tudsz. Hát, hihetetlen. Hm? Ja. De most nem. Szerinted ez milyen? Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ugye ezzel nem leszólom őket, hiszen rettentő sok jó kézműves cucc van. Abszolút nem akarom leszólni a dolgokat, de azt észrevettétek, hogy gyakorlatilag a szó jelentése mint olyan megváltozott? Teljesen. Tehát a kézműves az jobb? Persze. És boltba is 3-szor annyiba kerül. Tehát jobb és drágább? Persze. Tehát jobb a kézműves cucc, megnő a forgalom, az jobb, egészségesebb, minden. Baszki. Néhány ilyen kézműves hamburgerzőbe úgy pattintják bele az meg az arról fogyasztott húst, hogy beszaksz. Hát ez biztos. Te beszaksz. Nagyon kemény, basszeg. Meg a lapsajtot. Ennyi. Kézműves. A kezébe elrakta össze. Ágyra meg a jó Isten. És komolyan, nagyon kemény. De le van védve a fűszersor, amit a krumplira szór. Igen. Fuck yeah. Szóval... De a bio dolgok az már... Tényleg van kézműves kóla, a tücsök! Baszd meg, McChris! Ja! Az kézműves. Persze, kézműves. Kézműves! Ne basz már! Kézműves, mondom! Kézzel sütik a fagyasztott cuccot. Az a durva! Zsomen, sziasztok! Bocsi, csak most jöttem ide, ezért kárpótlásként itt a csír. Kösz, Zsomen, kösz szépen. Drake Miller! De narancsos kóla nálunk is van nagykanizsán, nálunk suli büfében a koffein tartalom miatt se lüvát, se kólát nem adnak ki 16 alatt. Azóta nem voltam ott. Ott sem, hiába vagyok 19. Nice. Lengyelbi a kokolom az egyetlen termék család, amely befolyásolni tudta a Tesco, tehát Tesco 3-6 hónap után fizet a termékek után, akkor a kóla azt mondta, hogy egy hónap ebben nem mentek bele, a Tesco polcairól lekerült a termék, és visszaesett a forgalom, majd a Tesco engedett. Oh, nice story, Lengyelbi! Egyébként tényleg már minden kézműves. Szerintem a kézműves cuccok egyébként alapvetően jók. Én ittam már nagyon-nagyon finom kézműves söröket, itt ettem már nagyon finom kézműves hamburgert, ha van ilyen. Tehát van ilyen, csak az a baj, hogy ezt is kicsit túltolták a véleményem szerint. Olyan... Kézműves videókat kéne gyártani. Szöcske kóla, nem tücsök? Szalagra vennénk fel, és ollóval vágnánk össze a videókat. Az a kézműves videó. Na várjál, most már megnézem, hogy kibasznak velem. Lehet, hogy nem tücsök. Tücsök. De az. Kóla. Tikkat. Tikkat szöcske. Szöcske. Geci. Akkor nem tücsök. De ez mitől kézműves? Ez nem kézműves. Attól kézműves, bazd meg, hogy nem egy gyártósoron készül olyan kurva gyorsan, mint ahogy láttuk. Gusztustalan szar az új kóla, magyar kóla. Ott van egy ilyen cím. Jó, most ne a cikket nézd! Tikkat szöcske! Na! Bazd meg, akkor nem tücsök. Na bassza meg! A kurva élet! Milyen fura üvege van? A kóla magyarul. Hogy a faszomat. Na jó, mindegy, ez nem jött be. De beírtam, hogy tücsök kóla, és kijött a tikkat szöcske, úgyhogy... Valami jó lesz! Szép, Jani, szép. Wormgut, minden nap annyi kézműves termékkel találkozom az utcán, botrány, if you know what I mean. I know. Hirks, a kézművesség kapcsán a biogyümölcs azért bio, mert azt este permetezik. Hirks, úristen. Igen, voltunk Ákospajor, mi is tegnap, a tegnapi happy hour-ban mondtam, hogy voltunk a gyárlátogatáson tegnap, igen. Tudja! Köszi szépen a feliratkozást! Mit csináltál, Fanyűvő?
Baszki, te ezt láttad, Jani? De kurva jól néz ki, nem. Mi a kurva élet, de most... Várj már, fanyívő! Lassabban! Vagy a kurva élet? Lassabban! Lassabban! Anyu, ezt megmutatom. Hülye vagy. Jézusom. Ez menj már, szép, kell nekem egy ilyen póló. Beszarok, várjál. Ezt bevezetjük. Ez a lopom.com. Fanyívő, menj a picsám. Várjál már! Mondom az e-mailt. Küldj el a mintát, baszfej. Beírom megint kézzel. Az a link, hogy négy 4 UTP IKR. Várjál már! Igen, ez az egyik. Várjátok, már még van egy. Hogy ő eltűnt! Megvan. Ezt is benyomatom. Így, ahogy kell. Faszom! Mit basztam el? Béna vagy, Pisti? Béna vagy? Mi van? Mi? Van benne egy kek? Van. De milyen jó? Azt figyeld meg! Hát hülye, nézed már! Hát mi ez? Baszki, fanyívő, ez egy isten cucc. Hát mennyire megcsináltad? Ez legendary. Ez legendary. Hát ez kurva jól néz ki. Kell. De a póló, baszd meg. Ez, Igen, és itt van, hogy néz neki pólón. Hát az egész kurva jó. Ez kézműves. Ez kézműves. Made by Fanyűvő. Fanyűvő. TM. Légműről ebből LED short kéne csinálni a falra. Amúgy tényleg. Fanyűvővel beszélni kell, hogy hajlandó ezt az IP-t felajánlani a közösség oltárán. Jaj, ezt meg kell beszéljük. Hogy a VR shopban fent lesz-e? Hát erről Fanyűvővel kell beszélni. Megbeszéljük, cserébe küldünk UTP-t bármikor. Amilyen hosszú csak kell. Érdekes. Feketén jobb lenne. A szemüveg miatt jelenne érdekes feketén, de... Huli, szia Pisti, nem felejtettelek el, haver, megy ki köv héten belgákhoz, mondtam neki, hogy hozzam Bloomot, viszont azt mondd majd meg, hogy melyik fajtával szeretném, mert van 4 fajta, Summer Honey Wheat, Mango Wheat, Belgian White és White IPA. A Belgian White vagy a White IPA közül bármelyik jöhet, a többi az nem jó. Úristen, Huli, te egy isten vagy, komolyan mondom. Bár lehet, hogy most, ha kimegyünk elejébe, annyit fogok inni, megőrülök, de nem baj. Mondod valamit, van jövő? Aha. Felrakja a nagy felmondás, most sem bőle, mit akarunk, azt mondta. Wow. Seggemet váltatom. Mekkora lenne? Nyomasd. Van ismerős. Kifizetem. Ezen nem újjon. Ne hagyj már valaki, bazd meg, meglátja a seggét, azt nem tudja, ki vagy. Abba a pillanatban. De hogy nem? És streameljük. Yep. Ez a protovers spoiler alert. Dr. Russell, csá, én is kólát iszom, de kicsit meglepődtem tegnap, hogy az esti cikkemen már reggel happy hour tag van. Olyan érzés, mint a lap zárta. Nincs olyan korunk Petőfi, és épp hogy csak hozzá tudott szólni, aztán start happy hour. Sonzi vagy Jani volt tegnap a főszerkesztő? Hát nem tudom, doktor professzor, most konkrétan miről beszélsz. Mármint, hogy így elkavarodtam a mondat közben, de azt hiszem, hogy tudom, hogy miről van szó a témáról. Reggel fölcsaptam a fórumot, és ez a téma nagyon megtetszett, és 10 perccel később elkezdtem beszélni róla. Revolution Fun Fact, kb. Idén márciusig azt hittem, hogy a TM azt jelenti termék megjelenítés. Dörp. Szép! Szép Revolution!
Az nem olyan konzol, brother, az egy másik téma. Na jó, mindegy, ez a póló ötlet nagyon tetszik, Fanyi, köszi szépen. Antonov, köszi szépen a támogatást, Tamer, sziasztok, ritkán hallgatom, hallom, de most baszakodni jöttem. Szerintem az élő tartalmat, de kíváncsi volnék, hogy mi a helyzet a YouTube csatornával. Hát ilyenkor, mikor ilyet kérdeztek, mindig mondom, most nem azért mondom, hogy most megint izé, meg semmilyen Antonov, ez tök jogos kérdés, de... De mire gondolsz ilyenkor? Tehát mi a... Miért nincs videó? Azt nem írta. Tehát gondolom, hogy az lehet, csak az lehet a kérdés. Nem, már más miért kérdezni? Mi a helyzet? Mostában nem volt videó. Ja, hogy arra gondol? Persze. Hát dolgunk volt, na. Így is elmondani. Hát bazd meg, nem? Igen. Hát geci sok tech videót kellett leforgassunk, bazd meg, vagy igaz. Hetet. Az igaz. Hát azért nem. Meg azért, mert... Igen, a tegnapi nap Antonov az egy kicsit megcsusszant, hogy úgy mondjam. Ez nagyon jól esetszük. Igen. Igen. Játszottam a Perception nevezetű új gémmel, aztán összevágtam, meg feltöltöttem YouTube-ra, csináltam hozzá tök jó covert, meg minden, aztán lelepelejtettem kirakni. De gondoljátok, most happy hour végén kitesszük. Most tech videó lesz happy hour végén. Tech videó lesz happy hour végén? Az tényleg, ja. Az. De amúgy, Antonov, ne gondold úgy, hogy baszakodtál, teljesen jogos a kérdés, semmi gáz, nyugodtan lehet ilyen kérdést feltenni, csak szívózok. Egyébként, de ez true story volt, ezért nincs ez a válasz a kérdésre. Ez a válasz a kérdésre, semmi gond nincs ezzel. Szóval ez van. A monitor teszt jön majd? Melyik monitor teszt? Mondtál valamit tegnap? Nem. Kettő is lesz most monitor teszt. Ahol lesz, kettő is. Két gamer monitor lesz. Az egyik az egy nagyon durva képfrissítésű baszógép. Az lesz most. A másik pedig egy Tobiájos monitor, ami nagyon érdekes lesz, és kíváncsi vagyok, mit fogtok szólni hozzá. Hát ez a mai tech videó az előzőnek a folytatása. Igen. Úgy lesz. Az Asus, ja, hogy a igen, az jön most, ami a Vivo mellett volt, igen, az jön most. És utána lesz majd egy másik, egy picivel később. A Ryzen nem jóság? Itt van. Megvan. Az is sorra kerül majd. Még nincsen Dancika. Szóval Antonov, köszi a kérdést egyébként. Ez volt az oka, hogy rengeteg sok tekes dolgunk volt mostanában. Úgyhogy ez... Kimmel Gábor vadásznak rád, az nagyon durva. Huawei P10 is lesz? Az is lesz. Instáztáltak, nem? Persze. Abba pillanatban? Ott van. Lesz, abba több minden lesz. Dressed, last question, Pisti, a Huawei P10-es kis reklámfilmes téma az még aktuális? Igen. Igen. Említettem itt a Happy Hour-ban, hogy lesz egy ilyen kis reklámsnittünk. Hát az ilyen... ilyen kis reklámsnitt, de lesz teszt is belőle. Igen. Mindenféleképpen. Nem tudjuk még a Revlo helyet, mi lesz, több jelentkező is van. Minden lesz idővel, srácok. Az az igazság, hogy tudom, hogy nagyon furcsa, hogy a másik oldalon vagytok ebből a szempontból, és nem látjátok azt, hogy mi folyik a háttérben. Egy biztos. De ezt ti mindannyian tudjátok, akik itt vannak a streamben. Olyan nincs, hogy mi nem csinálunk semmit. Olyan nincsen. Tehát amikor egy nap sem stream nincs, sem videó nincs, se instapost nincs, semmi nincs, azt se tudjátok, hogy élünk vagy halunk, akkor is csinálunk éppen valamit. Aminek köze van, vagy ehhez, vagy ahhoz. De ezt tudjátok. Persze, Console Brother, simán. Csinál? The Infamous, igen. Az Zenkbot is bejött, igen. Lesz a G6-ról is tech videó. Itt van.
Nem elült? Megjött a Ryzen, itt van a Ryzen. Csak arra egy buildet kell megépítsünk, és ez úgy kint a nehéz. Evelyn Black, az a baj, akkor már nem leszünk a országban. Ez volt a tech videó a G6-ról. Igen, Xenia, a TechMax, ennyi. Ennyi volt. Fakt. Hol fogunk megszállni az áram alatt? Ilyen Airbnb-t használunk mi a megszállásra. Hú, ez elég offenzíven hangzik. Ezt léci, hogy a... Tudjátok a... Nem mondd ki, nem mondd ki. Na mindegy. Nem mondd ki. Végül az mindennek. Igen, a zöld határon lehetnek gondok. Akkor jön a gépépítős live, és nem lesz live ebből, ebből videó lesz. Nem, Gius fia, nem. A Ryzenre akarunk építeni egy buildet, úgy szeretnénk letesztelni, és akkor abból lesz majd a vágó stream is. Janival. Pisti, az Asus ROG vélemény. Jaden Arko most magáról a Republic of Gamers-ről beszélsz? Én megmondom őszintén, hogy én szeretem a termékeiket, sőt, az a nagy igazság, hogy a Republic of Gamers termékei mindig azzal győznek meg engem, hogy nagyon látszik, hogy ezt a gamer vonulatot, illetve a célt, hogy mire szeretnék használni az eszközeiket, már nagyon régóta ugyanazzal az eszmével csinálják, és látszik az, hogy az egyik leghosszabb tapasztalati időszakon estek át, és nagyon sok olyan dolog, ami sok más márkánál néha becsúszik, mint hiba, azon ők már túl vannak, és emiatt szokott általában nagyon vonzó lenni nekem az ROG termékeknek a nagy része. Igen, Csabber, ebbe igazad van. Hogy van-e olyan? Mi? Orsolya, Janinak kézműves szója tejre a reggeli kávéjába, a rajzért előre és elnézést kérek. The fuck. Ezt a linket nem tudom átmásolni, hogy pfff. Istenem, ez kéz. Kéz. Köszi, Orsi. Köszi szépen. Ez nagyon aranyos. Azt akarom megnézni, hogy... ezt kitetted-e máshová? Nem hiszem. Köszi. Nagyon cukker. Most nem tudom átmásolni erre a gépre, bocs, mert hülye vagyok, de állat lett. Sírom, sziasztok, keddi vizsgát megbasztam, és elkezdtem játszani az Orient the Blind Forest-tel. És csak kétszer sírtam az első fél órában, holnap pedig hallgatói gyakornoki pozíciója állásra interjúra megyek. Szóval azt is megbaszom, hajrá, minden vizsgázom ninjannak. Sírom, grat! Örülök neki. Hajrá, hajrá! És az Orient the Blind Forest kurva jó. Micsoda? Igen, ezt akarom, Swat Speaks, Xirio TechMax nagyon jó dolgot mondott neked, mindenféleképpen én is ajánlom, hogy a fórumon kérdezgess, nézz szét a egérrel kapcsolatban. Nagyon sok fajta egértulaj van itt a fórumunkon, aki nagyon sok tapasztalata rendelkezik különböző játékok terén, különböző egerekkel, úgyhogy mindenféleképpen érdemes a fórumra feljönni, hogyha ilyen tech kérdésed van, mert hogyha engem kérdezel, én is használtam már viszonylag sok egeret, vannak kedvenceim, vannak jók, de például LOL-t nem játszottam egyikkel se, szóval erre nehezen tudok válaszolni. Csori, Pisti, a Dead Cells hogy tetszett? Rohadtul. Kibaszott jó az a játék. Az sem legjobb, hogy nincs Switchre. De nagyon fasza. Nagyon-nagyon fasza. Bár még lehet, hogy lesz, mert ugye még csak mag kezdemény, de nagyon tetszik a Dead Cells. Nagyon. Felolvasom a verset, hogy ne? Sumen, tessék, Protó. Ez a csír? Sumen, nem akartál még valamit hozzáírni? Gamescomon nem hiszem, hogy kint leszünk, haver, nem hiszem. Popapa,
Hajrá a nyelvvizsgában. Hajrá. Várom konzolbladar, mint a disznó. Tegnap kiderül, Pisti, az E3-on lesz a Twitch booth. Igen. És van mellett egy partner rész külön, és PUBG lesz. Igen. Ott az egész PUBG fejlesztő csapat, és PUBG-zni is lehet. Nyomjuk. Ha ott lesz PlayerUnknown, fotót nyomunk. PlayerUnknown-val nyomjuk, persze, hogyne. Mint az állat. Sziki, a kérdésedre a válasz, beszélni fogunk Mixed Reality-ről. Nagyon sajnáljuk, hogy az Acer cuccot nem tudtuk megnézni, de mindenképpen először, ha próbáljuk ki, aztán megnézzük. Aribaci, ROG is fasza, de én most vettem egy Lenovo Legion Y520-at, és eddig csak pozitív. Fuck yeah, kösz szépen a feledkozást. Nem Brigitta, a Proto azt kérte volna, hogy frissítsétek a vers oldalt. Zsomán, köszi neked is a csír. Kérte Proto, hogy csinálja valaki, hogy frissítve legyen a vers oldal, akkor adok nagyobbat. De nem, Zsomán, nem azzal volt a baj, hogy nem adtál elég nagy csírt, hanem hogy annyi volt benne, hogy tessék Proto. Azt nem tudom, mit jelent. Ó, igen, azóta Tigre válaszolt. Na mindegy, elnézést azért, hogy ez a happy hour most ilyen nagyon kérdezgetős is sikerült, de nagyon sok mindenkit, vagy mindent szerettünk volna így megbeszélni veletek, amihez ti is kellettetek, és igen, ilyenkor ilyen beszélgetés van. Fajnálom. Kellemek, Szüzi, valaki írta a chatben, hogy van egy ShareMouse nevezetű cucc, több gép között kurzormozgatásra is van, és elvileg Ctrl-C, Ctrl-V is, esetleg nézzétek rá. Igen, vágom. Igen, vágom. Bár én jobban csipázom ilyen szinten azt a cuccot, hogy van egy olyan ilyen USB mouse splitter, hogy egy ilyen kis pici cucc, két USB jön ki a hátuljából, egyiket az egyik gépbe dugjátok bele, a másikat a másik gépbe. Ugye van egy darab egeretek, és akkor itt az egér fölött egy olyan kevéssel gyakorlatilag, hogy elég kábelhely legyen, van egy kapcsoló, hogy éppen melyik gép érzékelje, és ilyen nulla latency. Azaz, KVM switch. KVM switch. Azaz, az Greg. Az, kurva jó. Kurva jó, nagyon sok streamer használja. Én így nyomom. Nekem cartoon van. Meg mi legyen, hogy cartoon van, mert... Mert ez ilyen ipari szar. Ez van. M720 maraton, az is jó megoldás. Kattó. Úgy, kattó van. Igen, zsír, így van. Hogy lesz-e még Quake Champions? Nem tudom, majd kiderül. Ha megjelenik, biztosan. Kattóban. Igen, ez egy kicsit ilyen... ilyen vegyes érzésű. Megint fúr a szomszéd Patinak ez a bocok. Nekünk is. Reggel 7-kor kezdte, bazd meg. Ja, jó Istent lehet fúrni reggel 7-kor. De most komolyan. Akkor jött a munkás csábó, mert érted, mondtam, hogy korán jön, mert délbe is itt legyen. Az anyádat hallod. Befognám a tokmányba. Lehet, hogy gyémántot keresi, vagy pénzt dugtak a falba, én nem tudom. De mit tudom én, szerintem 9-ig várhatna, amíg mindenki elhúz dolgozni. Akkor a legpuhábbak a falak. Te jó Isten! Na jó, olvassunk verset, mert mindenki megy. Szóval, először a protóvers. Hát srácok, amikor valaki happy hour előtt Feel Good Incorporated Metal Cover-t hallgat, akkor ilyesmi születik, használatosítás. Ez inkább dalszöveg per rap lett. OPS, úgyhogy minden sor végén fél másodperc szület. De ráérzel, legfeljebb szar lett. Nyomj valami beatet neked? Ne nyomjál beatet, hagyjál békén! Ne, ne! Várjál, bazd meg. Yeah. Ne, Jani, ne, összezavarsz, nem úgy fogod nyomni. Jó, ezt megpróbáljuk, de ez így, mi a gecó? Mi van, várjál. Úristen, ez ilyen beates gecó.
Mondom én. De ne nyomjál beatet, bazen, nem jót nyomsz! Hagyja meg én! Keresd egy jó beatet! De Jani, ez nem olyan, hogy one size fits all. Hagyd abba! Az hagyd abba! Hagyd abba, ez nem olyan. Ez nem olyan cucc. Szóval azt mondta Protó, hogy fél másodperc szünet a végén. Bazd meg! Reggelt! Most a népnek, a ninjanok már félnek, mert május ért most véget, így hát Protó visszatérhet. Akkor jöhet néhány rím? Így kérdez egy alfahím, drága szádon legyen lakat, Pisti Protó rímet csapat. Szemed képernyőre tapad, itt kőkövön már nem marad. Tegnap világít Jani félte, Janit félte, mi? Tegnap világ, jaj, bazd meg! Tegnap világ Janit félte, végre Azmó is túlélte, tört előre VR osztag, így ők Best Team EU-t toltak. Új ninjanok, több mint 100-an, üdv néktek, itt a nyájban. A Twitch hajtott, milyen faszom? A Twitch hajtott, megint alkot, a vodra igényt tartott. Tolnak update pakkot, tájékoztat minden barmot. Ninjanoknál áll az ész, tiltakozik a sok kéz, szavazás is végre kész, nem kell senkinek erész. Ninjan vadot így nem néz. Yeah. Cuki csajok VR-ban, remélem nem jár ban, szeretet minden lányban, vannak több mint 3-an, várakoznak az ágyban, mert Proto Tiger a házban. Mic drop. Ennyi. De Proto, miért kell ilyeneket csinálni? Úgy kellett volna nyomnod, mint ahogy ezek a izék csinálják, ezek az új zenekarok. Mint a izé, tudom. Úgy kellett volna reggel, most a népnek. A ninjanok már fél. Így kellett volna nyomd. Én nyomtam volna neked a halott pénz izét, tudtam volna én is olyat. Jó. Jó volt nagyon. Keci. Dark Miller, Proto on the house. Igen. Zsír. Jesus Christ. Oké, várjál, ez hosszabb lesz, mint az előző. Na, ez. A sapiba kellett volna, Darkrainnek igaza van. Igen. Most kurvára. Anandúri, akkor a Jani verziót, vagy ebből a videót a heti vlogba, amúgy Protó, te egy beteg tigris vagy. A holnapi happy hour csak Jani csinálja. Kezdhetitek úgy, hogy ő is nyomja el. Az biztos. Jó, ha az embernek van dolga. Jó, az embernek. Így van, Dancsó, majd holnap reggel. Így van. Na szóval, happy hour vers, by Tigra. Ez nem ilyen rímes izé, vagyis már nem ilyen beates izé. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a dolgozóknak és a koránkelőknek. Sajnos a munkából kifolyólag csak ritkán, tudom nézni élőben ezt Pistám. Itt a melóhelyen a videók le vannak tiltva, így sajnos a videózás itt nagyon ritka. Nem lehetek most éppen ott veletek, de esténként visszanézem a vidis rémtetteket. Kitérnék most külön arra a műsorra, amit együtt éltünk át, neve pedig New Era. Szeretném megköszönni a jelenlétet mindazoknak, akik velem aznap eszméket megosztottak. Gyűltek a kókuszgolyomra, szeretik ezt a fajtát, fanok és hírességek is egyszerre falták. Felsorolok párat a teljesség igénye nélkül, csak hogy érezzétek, a közösség így épül. Köszönöm Nessainak, hogy megismerhettem, beszéltünk egy jót, és a pingvinek közé is beléptem. Köszöni Kitty is a jó kívánságot, szülinapi köszöntőjére, egy hátas levágott. Köszönöm Várusznak a témaismertetést, mi az irányba haladt a beszélgetés. Mindketten biológiát tanulunk a suliban, várom az ismeretterjesztő műsorait hamarosan. Köszönöm Kennynek a sok érdekes felvetést,
Van nála vélemény, pedig nem is kevés. Egyetértek vele és az észjárásával, ne terheljünk senkit a csúnya szavakkal. Köszönöm Megybagnak a házigazda szerepét, remekül csinálja, sok ilyet, még. Utólag azért megjegyzem így halkan, hogy tévedett azzal, hogy a teremben sok étel fogy. Engem meg akartok odakint lincselni a hamburgerért, amit már kifizettél, azt te nem féltenéd? El akarták venni, és azt is megmondták, tilos ételt oda bevinni, te galád. Így aztán leültem macukáj mellé, és csendben elfogyasztottam a másfél kilósat együltő helyemben. Köszönöm a beauty-s lányoknak a témákat, mind érdekes szférákat boncolgat. Büszke vagyok én a csajokra lányként, kitartás, sok sikert, csak ennyit üzennék. És végül ti nagybetűs házigazdák, akik az egészet így szépen összerakták, hálás vagyok nektek nagyon sok mindenért, párat felsorolok a teljesség kedvéért. Nagyon sok embert ismertem így ott meg, az ismeretségi kör hát nem lett kisebb. Végre arcok is társultak a nevekhez, mintha osztálytársak lennénk, pont olyan ez. Szükségem volt már egy jó ideje arra, hogy közössége kovácsolódjon az íra. Sok jó embert megismertem általatok, remélem nem nyomja teher a vállatok. Minden szuper volt és iszonyúan tetszett, köszönök nektek számtalan élvezetes percet. Adtam nektek ajándékot is, mint mindig, kiskutyám segített elkészíteni itt. Kék színnel aláírta a közös képeteket, és nem mellesleg a keret egy másik meglepetést is rejtett. Adtam csavart, tiplit, hatos fúrószárat, felkerülhet a falra a hármas baszú állat. Legyen nektek is autogram tőle a falon, hiszen a tietekkel a miénk már tele vagyon. Remélem tetszett, és nem csalódtok nagyon nagyok. Most már Pisti is megjegyzi, én tigra vagyok. Minden talikor ott lebzselek veletek, egyetlen alkalmat is kihagyni vétek lehet. Mindig készülök nektek sütivel, egyébbel, legutóbb is Kittivel és az Estus vízzel. Legyen ennyi elég, soraimat már zárom, ti vagytok a legjobbak az egész világon. Nagyon szépen köszi Tigra, és igen, eljutott, és nagyon-nagyon tetszett, és várjatok! Csak hogy ne legyen kiragadott a kontextusból az egész dolog, ugye Tigra itt beszélt arról, hogy a kiskutyája segített elkészíteni az ajándékot, amit kaptunk. Amikor voltunk a Telekom futás, na most, nem, ez egy kicsit régebben kezdődik, de ez egy perc lesz. Szóval, volt háziállatos témakör, happy hour témakör, igen, a kispatkányos, ő is Tigráé, és neki van egy kutyája is, aki nagyon aranyos. És amikor voltunk a Telekom futáson, akkor megismertük, és tényleg nagyon-nagyon aranyos kutya, és kaptunk tőle egy képet az év férfi állatai címen, a zölddel baja van a green screennek, bocsi, és itt ő az, ezek mi vagyunk, és kaptunk autogramot. A kutyától. Állat! És tényleg van csavar hozzá. Itt. Zsír mi? Szerintem kibaszottul jó. Ugye köszönjük szépen! Aranyos nagyon. Úgyhogy ez tényleg aranyos volt, és ez tényleg aláírás. Aláírás. Úgy érzi ilyen. Na, srácok, délután találkozunk. Igen. Előbbre félek. Ugye... Köszönöm, Anduri. Szóval péntek 13-azni fogunk. Nem ígérek semmit. Reméljük működni fönnök a szerverek. Aztán meglátjuk, mi lesz. Megnézzük ezt a játékot együtt. Szerintem vicces lesz. Remélem, ti is kíváncsiak lesztek rá. Azzal kettőkor fogjuk kezdeni. Aztán meglátjuk, mi lesz belőle, jó? Igen, délután Jason on. Istenem. Megbántad a vásárt, Cidiotek Max? Nekünk megvan egy ideje. Én megnéztem egyszer már. Nekem úgy tetszik alapvetően.
Meglátjuk, milyen lesz. Holnap reggel közös fúrás Jannival. Én nem leszek itt, srácok, de persze az elképzelés jó. Na, szóval akkor délután találkozunk, és akkor megnézzük, hogy miről szól a Péntek 13, bár mondjuk azt tudjuk. Én a filmeket nagyon-nagyon-nagyon bírtam, és hogy is mondjam, mint klasszik, elég sokszor megnéztem őket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tud igazodni, de azt mondják, nagyon autentikus. A Jason megölést nem fogjuk megpróbálni, ahhoz kevesen vagyunk.